Szerinted mi jelenti Ukrajna számára a legnagyobb fenyegetést? A. Orosz tankok B. Gazdasági visszaesés C. Korrupció vagy D. Néhány magyarul éneklő kisiskolás Meglepődni, ha a D volna a helyes válasz, ugye? Hát akkor... Surprise, motherfucker! Van nekünk egy Ukrajna nevű szomszédunk, ami éppen a szemünk előtt húlik darabokra vagy nem, ha a dicsőséges ukrán honatják és honanyák egyben tartják. Ez pedig csak akkor sikerülhet, ha megállítják a magyarul éneklő imperialista munkácsi magyar gyerekeket. Gondoljatok csak bele, mekkora kár tudna okozni Ukrajnának, ha egy iskola évnyitóján elhangzana a magyar himnusz. Mekkorát? Semekkorát. De fordítsuk komolyra a szót. Kárpátalja nem 30 éve létezik, ellenben Ukrajnával. A galaxis legfedhetetlenebb népe előtt, tehát az ukránok előtt, mások is éltek ott. Például magyarok. Hiszitek vagy sem, volt idő, amikor Kárpátalján mi voltunk többségben. De ez már megváltozott. Kisebbségben lett a magyar, a ruszin, a román, de még az orosz is. Na őket hívjuk ma történelmi kisebbségnek. Talán mert nekik van történelmük. Hát többek között. De ne mondjunk ilyet, hiszen Ukrajnának is van történelme. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy Ukrajna első térképét egy mamut csontra vésve találták meg. Meg egy ez a csirkeláv szimbólum eredeti ukrán gyártmány, nem német dizájn. Ahogyan ezek sem. Sokan nem tudják, de a független Ukrajna mindenkori kormánya, mindenkori ukrán kormánya a Szovjetunió széthullása után szerződésben garantálta a történelmi kisebbség jogait. És ezt nem én mondom, hanem az akkori külügyminiszter Jeszenszki Géza. Ukrajna azt mondta, hogy ők készségesen mindent jogot megadnak a kárpátaiai magyaroknak. Na hát ezeket a jogokat többé-kevésbé meg is adták, de amióta Ukrajna az orosz f helyett inkább az USA fognya csecsét szopja, azóta valahogy a kárpátai magyarság jogai egyre csak csorbulnak. Megrongálják az emlékműveinket, barbár módon várárokba dobják, majd ukrán címerre cserélik a turószobrot, és amúgy rongálják a városi szobrokat is. De ha ez nem volna elég, 2014 óta törvényileg szabotálják és folyamatosan fenyegetik a kárpátai magyarokat. A magyarság egy része persze már rég elmenekült, de az ott maradtak, még a himnuszt sem énekelhetik el. Egy magyar iskola évnyitóján. Ez a legsötétebb Sztálin időket idézi, az, hogy a nemzeti szimbólumokat nem tudjuk használni, az, hogy a csengőről leveszik a piros fejlőző szalagocskát, az, hogy a nemzeti imákat nem tudjuk elénekelni. Tehát ez, ez egy döbbenet a számunkra. Egy történelmi magyar iskoláról beszélünk. Arról az iskoláról, ahol még a szovjetek alatt is magyarul tanultak a gyerekek. De a demokratikus Ukrajnában, egy magyar iskolában nem hangozhat el Magyar szó. Az Ukrajna alkotmányában biztosított jogok ellenére a rendezvényen nem volt kitűzve a magyar zászló, és a nemzeti ima sem hangzott el. A nyugat szerint Ukrajna viszont azért demokrácia, mert a cseppfolyós alkotmányában van két kusza sor a kisebbségvédelemről. Jó, köszönjük. A gyakorlatban viszont oda megy hozzád az illetékes szerv, rád mosolyog, te pedig önként, közös megegyezés szerint hangsúlyozom, önként lemondasz minden jogodról. Na, kedves ukránzászlós, profilképes diák tüntetők, egységes diákfront és pankotai lilik. Át lehet takarodni a határ túloldalára, és megmutatni, hogyan tudtok tüntetni. Megnézni, meddig diktatúráztok Ukrajnában. Szeretnénk kiállni a szeretett pedagógusaink mellett, mert amit ebben az országban kapnak, az hát nem embernek való. Betiltották a magyar himnuszt, Betiltották a magyar zászlóknak a kitételét, minden nemzeti jelképet el kellett takarítani. De őszintén mondom, tehát kérem ezeket a bátor tüntetőket, ezeket a, a szabadságharcosokat, hogy vonuljanak be munkácsra, és tüntessenek már egy kicsit ott is. Amúgy, onnan lehet tudni, hogy ez tényleg óriási botrány, hogy még a Telex is megérte. Persze csak nagyon-nagyon óvatosan, finoman fogalmazva. Nem akarok hasogatni, de fogok. De ebben a címben azt írják, hogy nem hangozhatott el a magyar himnusz. A valóságban azonban betiltották, tehát nem tudom érzitek-e a különbséget. Illetve a cikk írója valósággal lábújhegyen járva írta a cikket, tehát mutatom miért. XY arról számolt be, elmondása szerint állítólag így, állítólag úgy, a megszólalók szerint amúgy. Bekezdésenként el kell mondani, hogy ezek amúgy nem a telex szavai. Isten őriz, még a végén megvádolják őket, mindenféle magyar érdekkel fúj, de amúgy komolyan. Egyszer-kétszer lehivatkozza az ember az írást. Ez úgy oké. Okay. De amikor bekezdésenként van három, állítólag az történt, és hasonló kezdetű mondat az azt jelenti, hogy ő nem akartak írni. Megint mazoista voltam, és beleolvastam a telex komment szekciójába. Nem kellett volna. De én vagyok a hülye? Tehát mire számítottam? De tényleg, mire számítottam? Most komolyan. Ugyan, mi mást várhatunk a telex droidoktól? Remélem a pokolban külön üst van az ilyen mocskos, nemzetároló szarházik számára, akik azon örömködnek, hogy a saját népüket sanyargatja egy diktat. Ura. Miféle mocskos fekete kátrány kavarog az olyan ember lelke helyén, aki ha meghallja, hogy magyar gyerekek nem énekelhetik el a magyar himnuszt, csak annyit tud mondani, hogy hát, ha Ukrajnában élsz, akkor az Ukrányt kell énekelned. Le Mit leköpném, lehánynám, leokádnám az ilyet. Ha te esetleg találkoznál olyan véglénnyel, aki szerint ez Orbán Viktor politikája miatt történik, kérlek, ne vitatkozz vele. És mivel én nem vagyok sem politikus, sem semmiféle ilyen tisztségviselő, én gond nélkül kimondhatom, az ilyen ember ugyanis elmebeteg. Normális ember nem mond ilyet. Ha valakit megvernek az utcán, egy normális épelméű ember nem megy oda hozzá és mondja neki, hát igen, de hát a szomszédod nem nyolta ki a támadót segít, szóval hát végül is megérdemled. Tehát ilyet ember nem mond. Ha esetleg mégis szóba állnál, kérdez már meg tőle, kérlek, hogy ez is Orbán Viktor miatt van? Ezt most, mint kárpátaljai mondom, 2014 óta üldözik Ukrajnában a magyarokat. De mondjuk a, a náci mintára berendezkedett rezsimeknél gyakran jön elő az ártalmatlan kisebbség vegzálása, főleg válság idején. Ilyenkor, amikor az ukránok attól félnek, hogy darabokra hullik az országuk, bármit rá lehet húzni a magyarokra, a nép legalább addig sem a korrupt ukrán vezetéssel foglalkozik. És amikor az ukrán szélsőségeseket kiszolgáló Evropejska Pravda propagandistája ide látogat, hogy a saját belügyeik helyett velünk foglalkozzon, karácsonykerkely fogja, és olaja önt a tűzre. And also we hear statements that compromises Ukrainian sovereignty and that even pretend to take part of Ukrainian territory. uh, do you see that this danger is really zero? Nem becsülöm le ezt a, ezt a veszélyt. De ne foglalkozunk most karácsony Gergelyel és az ostobaságaival. Kis szerencsével már csak egy évig kellett hallgatnunk. Minden esetre kíváncsian várom, hogy ezek után leveszi-e az ukrán zászlót a városházáról. De hé, hogy hol a magyar zászló. Bár mindegy, tehát ezen most nem fogok meglepődni. Érdekes kontraszt, nem? Kárpátáján azért küzdenek a magyar gyerekek és a tanáraik, hogy az évnyitón egy nemzeti szalag díszíthesse a csengőt egy magyar iskolában. Budapesten Karácsony Gergelynek meg hát derogál kirakni a magyar zászlót. Most lepődjünk meg. Egy piros-fehér-zöld gyertyácskát az egyik diákunk, odatette a kereszt mellé mert nem hagyjuk a templomot s az iskolát. Ugyanakkor várom Sándor fegyért, az újonnan kinevezett ukrán-magyar nagykövetet, magyarázza már el, mi történik a munkácsi magyar iskolában, ha ő annyira a magyarok barátjának tartja magát. Hajrá, magyarok! És tudom, lesz, aki ebből a videóból csak annyit fog kihallani, hogy igen, akkor te az oroszokat támogatod? Nem. Nem támogatom sem őket, sem a háborút, de. Hadd ne nyaljam már ki az ukránok segét, és hadd ne már a kulturális népírtáshoz, pusztán azért, mert most szarban vannak, jó? Tehát hadd ne kelljen már ezt jó szemmel néznem. Ma jelenleg Ukrajnában élünk. Az állami jelképek, zászló, címer és himnusz Ukrán. Ezért Ukrajna egész területén ilyen zászlók lesznek. Én ezt így kommentálnám. Jelenleg igen. Jelenleg még biztosan. Surprise, motherfucker! Várj, nem menj sehol. A videó már véget ér, de közérdekű közlemény következik. Szeptember 15-én este 6-tól közönség találkozó a polgári mulatóban az Asztóriánál, velem, Vince Emiliával és két másik meglepetés vendéggel. Várj, még mindig maradj. Az eseményről nem készül majd videó, szóval ami ott történik, az ott is marad. És higgyétek el, lesz pár érdekesség. Többek között érkezési sorrendben mindenki kap egy kis apró ajándékot a készlet erejéig, illetve ott mutatom be nektek a Ferrari pólókat, amiket már hetek óta tervezgetek. Szeptember szeptember 15, polgári mulató, Astoria este 6. És természetesen ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, különben irgumburgum, na szevasztok ja, és ezt a videót nézzétek meg, hogyha titeket, hogyan kezdődött az egész kárpátai magyarság vegzálása, és ki az a Viktor Baloga. Na csá! Virágék,